rajzóra egy teljesen átlagos hétköznapon a Bibó István gimnáziumban. A teremben ülő fiatalokban egy dolog biztosan közös, nagyon szeretnek alkotni, ezáltal pedig gondolataikat láthatóvá tenni. Szeretem, hogy kikapcsolódhatok közbe, és sokszor a gondolataimat is le tudom rajzolni, és így ezáltal segít, hogy mondjuk kicsit így felszabaduljak. Illetve szeretem, hogy nincs az, hogy én meg vagyok kötve, hanem szabad lehetek teljesen. Zenét szoktam hallgatni közben, mert az is segít és sokszor inspirál. Illetve van, hogy mondjuk előtte keresek egy kis inspirációt, hogyha nem jut eszembe semmi, de van, amikor teljesen magamtól jön minden. Mást is inspirálhat, és akár másnak is megjöhet a kedve ahhoz, hogy rajzoljon. Illetve nekünk is egy öröm, hogy mások is látják, amit alkotunk, és az iskolát is színesebbé teszik ezek a rajzok. A legjobban sikerült rajzokból egy kiállítás is nyílt a gimnázium aulájában. A fiatalok örömmel meséltek arról, milyen képet alkottak meg a tárlatra. A témakör keresztény szuperhősök, vagy keresztény védelmezők megalkotása volt, és azért esett egy ilyen dizájnra a választásom, mert amíg más ember egy nagyon egyszerű, lájtos, könnyed dizájnt alkotott meg szuperhősének, én inkább kicsit szeretném összefoglalni, hogy itt a brutál erő az néha sokkal jobban eszközölhető, és sokkal jobban beválik, mint a kegyelmes megoldások. Én igazából a kreativitás meg a pihenés gyanán szoktam űzni a rajzot. Általában otthon, vagy akár néha itt is délután nagyon jól esik, hogyha az ember leül, gondolkodik és csak rajzol. Szerintem az alkotói szabadság itt egy nagyon jó dolog. Te irányítod, meg te csinálod azt, amit igazán szeretsz, azt rajzolsz, amit akarsz, azt teremtheted meg, amit akarsz igazából. Az, hogy valaki mennyire szeret alkotni, már nagyon rövid idő alatt világossá válik a pedagógusok számára. Ha valakiben fantáziát látnak, igyekeznek belőle a legtöbbet kihozni. Már az első órán lehet látni, hogy ki az a gyerek, aki kerek szemmel figyel és érdekli a dolog. Van, hogy megkeresnek rögtön első óra után, hogy van-e rajzszakkör, vagy ő éppen szeretne rajzszakkörre jelentkezni, de egy pár feladat után már egyértelműen látszik, hogy melyik az a gyerek, akivel érdemes lenne többet is foglalkozni. Sajnos nagyon leterheltek a gyerekek, tehát van, akinek egy kicsit könyörögni kell, hogy gyere már, na, próbáld ki, próbálkozz. Följönnek, kipróbálják, milyen a közösség, tetszik-e nekik, és van, aki marad, van, aki inkább visszahúzódóbb. Vannak olyanok, akik otthon alkotnak, behozzák a rajzaikat, a festményeiket, akkor megbeszéljük, és akkor ő utána otthon folytatja. De nagyon jó kis társaság szokott itt bent lenni. Hihetetlen nagy öröm. Tehát én olyan szívesen teszem ki ezeket a rajzokat, meg már órán, amikor látom, amikor készül, akkor már nagyon örülök neki, hogy jaj, de jó, itt is egy újabb szép alkotás készül. Olyan diákok, akiknek az egész eddigi életét végig kísérte a rajzolás. Azt mondják, itt a gimnáziumban is nagyon szeretik a rajzórákat. Kiskoromban anyukám motivált nagyon a rajzolásban, és így együtt rajzoltunk meg, alsós koromban is ilyen rajzversenyeken vettem részt, és kiskorom óta motivál a rajzolás. Most egy középkori várat kell rajzolnunk a saját elképzelésünk szerint, vagy lehet másolni is. Olyan sok időm nem szokott lenni, de előfordul, amikor hétvégén így elvagyok és elkezdek rajzolgatni. Zenehallgatás közben így jön a motiváció, és így érzem, hogy ez egy jó érzés. Sokszor ilyen emlékeket szeretek újra lerajzolni, és így újra átélem egyes pillanatokat.